Nem megy a kamera, csak szivatlak. Akkor meg rakd be. Akkor tedd le oda. Ahhoz kéne álló. Tedd le oda. Na mondjad már, hogy volt a megkéselés. Megkéselhetek. Hát fölhív engem. Ki? Ez a jó ember. Ez, aki nem itt ül a kamera túlsó. Itt velem szembe. Az a Ferész. A Ferész volt az. Na, maradjunk a Ferésznél. A Ferész fölhív. Ferris az a angol. Na, a Ferris az egy... Feriék, igen. Traktor márka. Igen. Kis, mindegy. Roci. Felhív engem. Te. Gondolja, nagyon baj van. Átjöhetni. Mondom, mi van? Ne, csináld a picsához, mert nem csinál semmit. Jé! Basztor! Na várjál, bazd meg! Olyan vagy, mint a som. Ma nem jó. Melyik barna? Itt. Jó, az nem fog lejönni, az már 1000 éves. Ezt viszont azt le kell, hogy jöjjön. Azt le kell szedni. Az idei. Jó? Tehát az nem marad. De utána kívülről is, tudod? Már megbaszódik a cepre jövőre. Patyolat legyen a kurva mindenedet. Mutasd azt a hangszert ide. Ide, mutasd azt a hangszert. Ne, ne, ide. Mutasd be új szerszámodat. Nem új, ez már megvan egy pár éve. Az igazi láncfűrész. Legújabb fejlesztés. Ruszki láncfűrész. Honnan vetted ezt? Még a Reinhofer Balázséktól. Ez itt a ruszki stíl? Aha. Brümmögni kell hozzá. Nem, ez itt a oleum, a piros bazdmink. Ja. Valamikor a Balázsék jönne dolgoztak talán? Szerintem igen. Lehet, hogy ez volt első fűrésze neki. Azt én nem tudhatom. Első láncfűrésze neki. Otthon látta gyomjátanét vágni. Doki jó lánc van rajta. De amúgy próbáltad már? Nem, soha. Akkor hajrá. Na, mutasd be. Keressél valami. Lehabusztod magadat. Figyelj, mi? Úgy, mint a vadriasztó. Ha már veteránosdit játszunk, ilyen se volt még bemutatva a csatornán. Hoppá! Az a harcú fogom, helyzet, hogy... De nehéz, de fogom. Ne add fel, oda néz. Meg kéne cserélni a szemeket, hogy legyen erre is, meg arra is lehet jobban vinni, oda-vissza. Oda-vissza, szerintem... Teljesen jó. Hallod? Csak olaj. Milyen szép vágás kéne. Olajozni kéne, igen. Köpére. Ez milyen keverékkel megy? Tényleg milyen keverék van benne? Közével 1.47. Ott az a keverékes flakon, kanna. Azzal működik. Na jó van. Ez a 4/4-es lánc van, te bolond. Ahogy Lukás Laci mondta, volt valamikor. 89 a félretvépát. Azt mondta, hogy 28-as. 8-2-80. Van egy kis különbség a kettő között. Mert ez 2-80. 2-80i. Méri C. Vagy C, mit tudom én. Jó, van, leszorom. Ott a C. Jó. Mindegy, mágnes szerepes a Korbi. 2-80-as stíl.
55 köbcenti, 3, faszom tudja hány lóerő, frissen felújítva, ugye? Ja, ha. Mutasd körbe, milyen szép. Különben marha jó formájú gépek ezek. Ja. Csak kurva szarok. Ennek hát, na, mindegy. Mit akartál mondani? Ennek az sem mindegy, hogy kinek a kezében van, nem? Azért azt tegyük hozzá. Sőt, nagyon nem mindegy. Már valakinél elmennek ezek 15 évig gond nélkül, valakinél meg 3-4 év alatt szétpotyognak. A egyik fele műanyag, a másik fele fém, ugye itt alapvető probléma az az. Ja. Ez érdekes egy... De miért így komponizálták? Nem tudom. Nem tudom. De akkor vagy műanyag legyen, vagy fém az egész, nem? A nyele alapján profi. Igen. Ugye? Yeah. Hát ez a fekete izé, a fekete-fehér, felső, milyen neve, szürke. A fogantyú, vagy a hátsó fogantyú teteje fekete, a izé többi szürke. Elvileg abban a kategóriában. Hát, nagyon de mégsem ott van. Izé, nagyon ott van a billegőn inkább, nem a farmer meg a izé között. Hát nem, mert hivatalosan nem professzionális. Tehát a katalógusban nem úgy szerepel ez a gép, mint a professzionális, hanem a farmer gépek. Ott volt, ja. Na mindegy, nézzük meg, hogy hogy muzsikál most, mert egy csomó mindenki lett benne cseréve. Miklós rendbe rakta a vágószerkezetet. Fasza, idő van. Itt a kordé. Vigyázz, hogy tele van minden kutya szarra. Persze, röpf. Mi történt tulajdonképpen? Most nézd meg, tönkretette a legújabb láncfűrét itt a Benedek. Nem tudom, hogy érvényes. Azért, mert olyan kesztyűbe dolgozik. Tényleg, valójában... Hát szippantós kesztyű. Kodment, azt mondja, egy... Hol a bugykos? Kettő, meg a többi. Ott a zsák. Zsákba. Négy tankot már ment, nem Miklós? Annyi biztos, igen. De figyelj, azért én tudok egy jó szerelőt, ha esetleg nem akarod visszaküldeni a Balázsnak. Szerinted... Ehhez nincs kompetenciám. Szerinted... Na jó, mindegy, élezd meg. Figyelj ide, el fog ez menni. Hallod, szerinted Gege meg tudja csinálni attól függetlenül? Nem tudom. Jó, visszacsap a fal, akkor vigyázz meg vele. Gyerekek, adjál neki. Ráfér egy élezés. A hatodik tankján illik megreszelni. De jó hangja van. Kínai lát. Letörted a másikat is? Le... El is tört a fogantyú is. Dehogy törted még, nem? Nem törtél? Mindegy, visszahagy. Hallod? Azért azt mondjuk, hogy ez a fűrész, ez profi, professzionális izébe, szegmensbe nem állja meg a helyét. Nem, bazd meg. Ezt már el lehet mondani. Egész más egyébként. Azt
érezni, hogy a vezet, a izé, a lap, a lázvezető, azt érezni, hogy ki van. Már ki van koppa, persze. Így billeg, oda nézzem. Ja. Érezni, hogy izé. Adad a... Igen, korrigálni kő, igazából. Jobbra, oda nézz. Jól, de fogok. Hát ez itt a nagy baj. Kikopott a vezető, hát. Le is cserélem még ezt a vezetőt. Na jó. Ne pazaj, bazd meg. Most már megnézem, mit csinálta ott annál, mert itt ez nekem a... Itt... De hogy sem, mit se, te hülye, te. Te hülye! Kullermeisterről. Én kivágtam a fát. Ki? Én kivágtam. Egyet. Össze is daraboltad, hosszvágást is csináltál, igaz az? Máma, már ne szóljon be senki. Ma azt még a mentőbe is ütni fogom. Ó, akkor már nem is mutatlak. Azt mutasd meg inkább, Jóska. Azt mutasd meg, Jóska, ami szétbasztál. Mutasd meg a gyerekeknek. Hamar gyorsan, esünk túl rajta. Mit kapott a négy évben te széthulló gépezet? Egyébként mondd már, támaszd alá, hogy Erdőn ez mennyit ment mostanában. Mint a kise osztad. Kezi? Tehát a Miklós szerint ment a gép, ugye? Hogy nem ment volna. Ment sokat már, igen. Jó pár tankot tehát kihajtottam belőle. Kapott én egy is. Új izét, ami a nevét. Kapott egy új verszakat, 325 és 1-5-ös verszakat, 72 szemes 1-5-ös. 325 szól, ott van minden, tessék, a hitelesség kedvéért. Ezt a lemezt, illetve a hozzávaló LPX kedvenc láncunkat, ugye. Egyébként a Miklós is erre a lemezre szeretné majd cserélni a 357-esét, az Oregont. Hát, én nekem ez begyött ez alapra, de nem tudik annyira... Nagyon fasza, csak egy baj van vele, állítólag nem, a Dolmáron nem olajozódik. Hát akkor azt meg kell nézni. Hát most felraktuk rá, hát most kíváncsiak vagyunk, hogy ez a láncvezető, állítólag a Dolmár gép nem tudja meg, a Makita gép nem tudja meg, hogy szar ez a láncvezető, mert a Makita meg a Dolmár gép nem tudja megolajozni. Csak az a fura, hogy pontosan Ferdén van benne a furat is, hogy bármelyikhez passzoljon, tehát még csak nem is, mármint az olajvezető furatot mondom, ugye? Igen. Az Ferdén van. Igen, Ferdén van, jó is régen. Vicces. Na minden. Hát azért, hogy véletlen se tudjon belefolyni. Hogy azért mégiscsak találjon bele. Esély nincs rá, hogy ne folyjon bele, tehát. Menjünk ezt, nézzük meg, hogy hogyan keni meg, mit tudom én, egy fél perces járatás után. Hogy egyáltalán kifolyik a olaj, nem? Félek tőle, hogy nem fog olajozni. De hátra megyünk, aztán a fán meglátni, úgyis, hogy köpi vagy nem köpi. Egyelőre járassuk meg azt, hogy megjelenik a olaj, érted, az én gépnek, illetve a láncvezetőn, akkor majd az már mindent elárul. Szerintem az elég is lesz. Mindegy. Tegnap egy Zoltánnal rendet basztunk még délután. Na nézzük. Állítsd meg! Megtesd fel oda a színfára, úgy is jó. Tökéletes. Nézzük meg, hogy mennyire nem olaj ez a szar láncvezető. Nincs is olaj rajta. Szinte tocsog. Nem lehet mondani, oda nézd még. Smiley-t is lehetne vele rajzolni. Tehát állítólag, meg a papírforma. Yeah. Szarul olaj az, ugye? Ilyen szarul olaj az a láncvezető. Na, ennyit erről. Megkapta a gép. Megérdemelt. Megérdemelt. Ennyire szarul, olajozza. Oda néz. Olajoz, rendesen oda nézze. Azt nem tudom, ez itt mi? Hogy került ez ide? Ide szarul olajoz, bazd meg. Mi? Szarul olajoz? Nagyon, hát nézd már. Nézd már. Elkeni. Nézd már meg, milyen szarul olajoz. Igen. Ugye üres járatba kiveri egy kicsit az eknére is a lánc, hát nem. Majd lecsöpög. Na, szóval ennyi. Ennyi, ugye? Ja. Ennyi. Nem olajoz. Nem olajoz. Na. Ezt hagyjuk ezt a tévhitet. Tévhitek és téveszmény. A Zoltánt sokszor irigylem. Komolyan mondom. De miért? Hát
El szoktam nézni. A Zolikámat ne irigyed. El szoktam nézni, néha így, amikor itt van, aztán ugye segít, idézőjelbe téve mondom, hogy segít. Érted? Sokan nem néző rá, akkor nagyon szeretné simogatni a kutyust. Nem is az, múltkor még... Ez már mehet a munka. De nézd már meg, milyen erőszakos. Erőszakos. Hát, és akkor, érted? Várjál. De akkor nekünk mondják azt, hogy mi ilyen izék vagyunk, ja. Hogy kínozzuk az Zolikát. Akkor mi... kapkassák a faszot. Holott tavaly is ő erőszakulta ide a izét, magát, meg a fogot. Így van. Nem vagy ott békén, bazen, hogy ilyes fölhívott, hogy jövök vágni a fogamát! Mi most? Ott van a fogászati. Figyelj, nézd meg, ma választott magának fogot, ezt nézzétek meg. Hát ez volt, ez volt, haverod, nem ez? Egy kis pár. Nem, húz, nincs most fog. Zoltán, nincs most foghúzás. De, most komolyan. Megmondtam, nem. Most komolyan. Te ne erőszakoskodjál. Ja, nem, annyi mindent bevettem, mégsem használ, már csak a fogó használ. Nem vett be mindent. Különben is, hogy tudod taludni, mikor a Tumia nálunk volt? Na mindegy, majd még alszunk egy párat rá, addig bírt ki. Nem. De. Mondtam, hallod? Add, ráncsuk ki pecabotta, és a akkor... Faszod, az Miklós, a faszodat! Azt megcsináljuk! Miklós, megráncsa! Én horgász vagyok! Egy te drót! Miklós, megráncsa, én meg megszálkulom Zoltán a fogadat. Nézd meg! Hátra megyünk! Te, leszedi basz meg a izélyre, a püstékállal! Azt adjad! Hát, ezek kihúzod! Pecabotta, mondom, úgy benne vagyok a buliban. Én is pecabotod. Nekem van? Fogadjunk, hogy van pecabot. Fonod Gino, rá lesz kötve a fogadra, át... Arpi bácsi, miért vetted el pecabotot? Hát most nem tudja, ki húzza a fogamat. Úgy beszél, hogy látja. Hát bekaphassa. Légy, ő is. Jó. Na, akkor majd visszatérünk. Várja, azért ellenőrizzük azt a fogat először, hogy mégis mi van ott. Gyere, hogy tartja a száját. Melyik az? Hát ide te. De mi a lófaszon nyújtod a bazd meg? Tűvel be lehet fűzni oda a Fonod Zsinort, a 20-as Fonod Zsinort. Nem kell oda izé tűse, bazd meg. A pecabotta ráncsuk már ki neki, na, én megszálkulom, komolyan mondom. Pecabotot. Én kirántom neki, ha lefogod. Benne vagy Zoltán. Pecabotta fogóval. De úgyhogy kikötünk egy fához hátul valahol. Adj ide azt a fogót, bazd meg. Nem, adj ide! Mit kell feltöltöni? Adj ide a fogadat! Na, ezt mondom, de el kell feltöltöni. Látod? Látod? Van ám azért, van ám ott Gógyi. Na jó van. Rá van csapva a láncfék. Viszont... Már most már rá van, ja. Viszont a lánc ugyanúgy pörög, tehát... Láncfék nyisd el. Miklósnak a láncféket sikerült inaktiválni. Már tavaly el volt. Nézzük meg azt a gyújtáskapcsolót. Amire ráesett a fák? Most tök mindegy. Na. Nem hűkszik. Hát most, de nem az itt a lényeg. Hanem az, hogy darabokban van megint, mint a 64-esed. És akkor még ami habatortát, de minden nap van egy izé, ott van az a habatortát, mutasd meg szépen egy közelről. Ezen. Harangozni lehet benne, akkora izé van. Tehát a gyerekek, a fűrészkiller az nem a Kovács András bandika, nem. A fűrészkiller az itt van. Azért, mert a csavar elment belőle azért. Minden, összes, az összes láncfűrészedet szétnyírod. Te összes láncfűrész, szétnyírod. Te raktad bele a csavart, nem én. És akkor jön nyavajogni, hogy milyen fűrészt vegyek. Érted? Ja. Amit vegyél, bazd meg drusba, vagy nem tudom. Téged, Isten ments, hogy téged vegyelek meg, ha hülye vagy? Ölig itt nem. Nem tudom, hogy milyen láncfűrész lenne te neked jó, bazd meg. Igen. Hengyér tisztítás. Gyerekek. Megnézzük a reppegőt. Kirepped a hangszóró. Már? Köszönje. Köszönje. Au, a kurva anyám.
már túlzik. Gecsi!